Köszöntöm a nézőket, új tantermekkel bővül a Talentum Református Általános Iskola. A beruházás részleteit ismerhetik meg a köztérben, tartsanak velünk! Megkezdődtek a Talentum Református Általános Iskola bővítési munkái. A tervek szerint év végére elkészülnek a plusz tantermek. A beruházás részleteiről és a kormány templom felújítási programjáról egyházi és állami vezetők, országgyűlési képviselők számoltak be helyszíni sajtótájékoztatón. Egy általános iskola udvarán állunk, amely a református gyülekezet fenntartásában van. Ennek az iskola épületnek a bővítését, fejlesztését szeretnénk hírul adni, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Évek óta szükségessé vált ez a bővítés, és köszönetet mondunk Istennek, és mindazoknak, akik által ez a terv megvalósulhat. Hallani fogunk itt számokról, költségvetési keretekről, kivitelezési időkorlátokról, támogatói forrásokról, de ezt majd az igazgatóasszony Szanyó Gáborné mondja el utánam. A fenntartó gyülekezet lelkipásztoraként szólok most önökhöz. Isten szolgájaként hadd beszéljek arról, ami nem a láthatókról szól, talán kevesebb is a hírértéke ezért, mint egy fizikai épület bővítésének, de nagyon is valóságos, amit mondani szeretnék. Ez tudnélik a lelki perspektívája annak, amit hamarosan kibontakozó fizikai épület jelent. Mi ennek a bővülő épületnek a rendeltetése és küldetése? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és erről szeretnék beszélni. Ahogy a földi terveket és szabályokat komolyan vesszük, úgy ezt a küldetést is, és felülről való Istentől jövő tervet is küldetésként éljük meg, lelki megbízatásként szeretnénk komolyan venni. Amikor egy megvalósuló épületbővítést szépen, és a kor kihívásai szerint berendezett tantermeket látunk a terveinkben, azt is kell látnunk és láttatnunk, hogy milyen célt szolgál mindaz, ami itt történik, ami itt fog történni. Azt gondolom, hogy a cél jóval több, mint testi, szellemi fejlődés és nevelés. A cél az örökkévaló Isten, a Szentírás Istene, Jézus Krisztus Atyának a hirdetése. Pál apostol élete utolsó levelében így bátorítja fiatal tanítványát, Timóteust: de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, hogy kitől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. Az apostol ugye arra tanítja, arra buzdítja fiatal tanítványát, hogy maradjon meg az Isten igéjében. De mihez képest buzdítja? Mihez képest mondja neki, tanácsolja, hogy de te maradj meg? Néhány sorral feljebb ugyanis ezt olvassuk, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek a jóra, nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. A felújítás keretében többek között egy új kétszintes épületszárny épül, melyben két nagy tanterem, egy szakkori terem, könyvtárhelyiség és külön bejáratú kazánház kerül kialakításra. A tetőtér is beépítésre kerül, ahol egy szakkori terem, iroda és tároló helyiségek kapnak helyet. Felújításra kerül a tornaterem teteje is, amelyre napelemes rendszert építenek. A református általános iskola egyetlen osztállyal és 8 év alatt épült ki minden évben egy új osztállyal. 2010-re ekkor vettük fel a Talentum Református Általános Iskola nevet. Mindig helyhiánnyal küzdöttünk. Ebben az évben 2010-re sikerült elérnünk azt, hogy a tetőtérrel bővítettük az épületet, de még így sem volt elegendő helyünk, hiszen minden évfolyamon az angol nyelvet emelt óraszámban tanítjuk, az informatikát csoportbontásban tanítjuk, tehát szükséges lett volna szaktantermeknek a kialakítására, ami a
ezzel a projekttel valósulhat meg. Az új épület részben 4 új tanterem fog épülni a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel, és az egész új rész egy zárt folyosón keresztül a tornaterem mellett lesz majd megközelíthető. Ez eddig nem így volt, a szabadtéren jöttek át a gyerekek a termekbe. Itt a hátunk mögött álló 2 tantermet mostanra folyamatban van a bontása. Ez természetesen megelőzte a közbeszerzésnek a lebonyolítása, a szerződéskötés, és a tegnapi napon indulhatott el a bontás. Várhatóan az egész építkezés a 2021-es év végére fog befejeződni, amikor is reméljük, hogy mindannyian egészségesen adhatunk majd hálát az építés és az épülés urának. Soltész Miklós egyház és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár szerint a felújítás szükségessége egyben azt is jelzi, hogy az egyházi és felekezeti iskolák egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ahogy Lelkész úr is mind az idézett szentírási részletből, mind pedig a versekből is utalt rá, egyházainknak mekkora felelőssége van nevelésben, kultúra továbbadásában, tudás továbbadásában, és ahogy ez így volt 2000 évvel ezelőtt Szent Pál apostol idejében, így volt a középkorban, és így van most is. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk magyar kormány részéről, nagyon fontosnak tartjuk Fidesz-KDNP képviselői, illetve az egyes területeknek a vezetői részéről, hogy igenis az egyházi oktatás, az egyházaknak kultúra, tudomány továbbadó szerepe az minél jelentősebb legyen, és minél nagyobb támogatást, segítséget kapjon. Hogy ez számokban mit jelent, érdemes összehasonlítani néhány évtizeddel, néhány évvel ezelőtt, illetve a mostani számokat, hogy hogy változtak azok az arányok, amelyek az egyházi iskoláknak a fenntartásában lévő gyerekek támogatását, oktatását, nevelését szolgáltak. 1947-ig, mindaddig, amíg a kommunisták meg nem szüntették az egyházi oktatásnak a legnagyobb többségét, több mint 60%-a a köznevelésnek, legyen azok óvodák, legyen azok általános iskolák, és legyen azok középiskolák, egyházi fenntartásban voltak, több mint 60%-ban. Ilyen igény volt az országban, és ilyen nagy jelentőséggel bírt katolikus egyház, református, evangélikus egyház, vagy más felekezetek is. Majd következett az a átkos időszak, a kommunista időszak, amikor összességében csak 10 egyházi felekezeti iskolát engedtek. Ezeknek a tanulói létszáma összességében nem érte el az éppen adott esetben, azokban az években járó diákok száma nem érte el a 2800-at, és 1% alatt volt az egyházi köznevelés a hazánkban. Utána jött a változás 1990-től, és volt történt egy nagyobb ugrás, egészen 2010-ig mondhatni azt, hogy összességében 112.500 gyermek járt 2010-ig egyházi fenntartású óvodába, általános iskolába és középiskolába. Ez összességében 6,4%-ot tett ki a köznevelésen belül. És most 2010 után 10 év elteltével mondhatjuk, 2020-as adatok szerint 232.500 gyermek jár felekezeti iskolákban, ez az összes köznevelésnek 15,2%-a. Valakik ezt sokalják, valakik ezt támadják, valakik azzal fenyegetőznek, hogyha ők kormányra kerülnének, álmodik a nyomor, mondhatnám nem ezt is, de ha kormányra kerülnének, akkor mindezt megszüntetnék, illetve tovább csökkentenék, úgy, ahogy ezt tették kommunista őseik is 1947-ben. De mégis a számok azt bizonyítják, hogy ezekben az iskolákban, és ez igaz a református testvéreknek az iskoláira is, sokszoros a túljelentkezés. Mozzárultak le a túljelentkezések, mind az egyházi általános és mind pedig középiskolákban is, és szinte mindenhonnan azt jelezték vissza, főleg a nagyobb városokból, hogy
kétszeres, háromszoros, még sok helyen többszörös is volt a túljelentkezés, mert akkora igény van a társadalomban az egyházi iskoláknak nem csak a fönntartására, hanem a látogatására és az otthoni tanulásra is. És ez bizonyítja, hogy a társadalom igenis fontosnak tartja ezt a fenntartói formát, fontosnak tartja azt, hogy az egyházi iskolák jelenléte igenis a tudás mellett lelki pluszt is ad gyermekeknek, fiataloknak egyaránt, és ha nem is mindig keresztény, gyakorló hívők járnak ezekbe az iskolákba, ha nem is mindig olyan gyermekeket eresztenek ki, fiatalokat eresztenek ki ezekből az iskolákból, akik gyakorló hívő keresztények lesznek, de mégis kapnak egy olyan lelki pluszt, amellyel, ha tovább mennek az életbe, biztos, hogy segíti őket. És ezért is döntött úgy a kormány, itt most jelenleg, jelen esetben református egyház kérésére, hogy ennek a beruházásnak, mely 300 millió forintból fog megvalósulni, a kétharmadát, 200 millió forintos támogatást adunk, hogy mindez a bővítés, mind pedig a tornateremnek a megújítása, tornacsarnoknak a megújítása, az megvalósulhasson. Ezek a beruházások, mint ez a közepes méretű beruházás is, a gazdaságnak a újraindítását segítik. Segíti mérnökök, tervezők, szakemberek és munkásoknak az életét, a családjait is, mint ahogy, és ez fontos kiemelni, azok a templomépítési programok, amelyeket most támogat újra és újfent a kormány. Ezért is képviselői társaimnak köszönöm szépen, akik Fejér megye két választókörzetét is képviselik, hogy jól lobbiztak, hiszen az ő segítségükkel ebben a két választókörzetben 27 templom összességében 375 millió forintból fog megújulni. Ha belegondolunk itt is, mennyi embernek tudunk munkát adni, mennyi település szépül meg, legalábbis többnyire a központok, mennyi felekezetnek okozunk örömöt, én azt gondolom, hogy érdemes volt dolgozni közösen képviselőtársaimmal, kormánnyal és természetesen az egyházakkal, katolikus, református, evangélikus és baptista egyházzal közösen. Isten áldja meg református egyháznak újabb törekvését, azt a fantasztikus munkát, amit a köznevelésben tesznek, és kívánom mind igazgatóasszonynak, munkatársainak, mind pedig az egyházvezetőinek, hogy amikor mind az óvoda átadás megtörténik nyár végén, mind pedig tél elején vagy tél közepén ez az építkezés befejeződik, akkor olyan örömet adjanak szülőknek, gyermekeknek, és persze munkatársaiknak egyaránt, ami mindenképp segíti a nevelést, és a gyermekeknek jobb és lelki élettel teli életének a folytatását. A beruházás összköltsége megközelíti a bruttó 300 millió forintot. A projekt Magyarország kormánya 201 millió forintos visszanemtérítendő támogatásával és az intézmény saját forrásának felhasználásával valósul meg. Megkezdődtek a bontási munkálatok, amelyeknek végeztével majd itt egy új épületszárnyal bővül a református iskola. Számomra megtiszteltetés volt, hogy részt vettem ebben a munkában, és segíthettem abban, hogy ez az új épület létrejöjjön, megépüljön, itt legyen Székesfehérváron, és a fehérvári református és nem református gyerekek itt otthonra találjanak. Államtitkár úr beszélt a templomok felújításáról. Köszönöm szépen államtitkár urak támogatását, melynek eredményeképpen 4 fehérvári, székesfehérvári templom is támogatásban részesült. Hadd kezdjem a hozzánk legközelebb állóval, amely a baptista gyülekezet imeháza itt néhány háznyira tőlünk, és ha arra jártunk, arra járunk, láthatjuk, hogy az imaház már épül, szépül, 215 millió forint támogatásban részesültek, és a református egyházközség is épül, szépül, hiszen a maroshegyi református kápolna tetőszerkezetének és héjazatának felújítására 14,5 millió forint támogatásban részesültek. Ugyanígy a támogatottak között van az evangélikus templom, ők a tetőbádog cseréjére kapnak 5,2 millió forintot.
és utoljára hagytam a felsővárosi templomot, és engedjék meg, hogy bár nem szabadna, de elfogult és részrehajló legyek. Az elfogultság egyik oka, hogy én Székesfehérváron a felsőváros városrész önkormányzati képviselője voltam 4 esztendőn át, tehát szívemhez ez a városrész igen-igen közel áll. A másik oka még személyesebb, hiszen ez a templom súlyosan megsérült a II. Világháborúban. A tornyait majdnem teljesen elvesztette, és amikor a II. Világháború után sok-sok évvel, évtizeddel később sikerült felújítani, megújítani, és visszaépültek a tornyok. Visszaépült az a 2 hagymakupola is, amelyet ma is láthatunk, hogyha a város felé közelítünk. És ezt a 2 hagymakupolát a váz szerkezet elkészítése után az én nagyapám készítette a 2 kezével. És a 70-es években valamikor én gyerekként sokat voltam fent vele ezen a templomon is. Államtitkár úr beszélt az 1990 előtti évekről és évtizedekről, és én arra emlékszem gyerekként, hogy az én nagyapám Székesfehérvár szinte minden templomán dolgozott, és azt hiszem, hogy Fejér megyében sincs sok olyan templom, ahol a nagypapa ne dolgozott volna, ne végzett volna munkát, és amikor megkérdeztem, hogy de hát miért fontos ez, akkor ő csak annyit mondott, hogy de kisfiam, hát az egyházat mindenki üldözi ebben az országban, kötelességünk segíteni neki. Én személyesen nagyon örülök és boldog vagyok, hogy az elmúlt 11 évben úgy érzem, hogy az ő munkáját közösen együtt folytathattuk itt Székesfehérváron, és megújulhatnak templomaink, és megújulhatnak azok az iskolák is, amelyek azokban az évtizedekben nem létezhettek. Törő Gábor országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki a kormánynak a Fejér megyei települések támogatásáért. A falvak, kisvárosok 24 pályázatot nyújtottak be templomok és környékük felújítására, valamennyi tender sikeres volt. Székesfehérvárnak 1/5 tartozik a választókerületemhez, és a maradék 28 település a egész Fülétől majdnem a Balatonig, és Pusztovámon keresztül a falvak, kisvárosok alkotják. Szeretném megköszönni a magyar kormánynak, a magyar államnak, amely ilyen támogatást nyújtott a településeknek. Azt kell, hogy mondjam, a választókerületemben 23-24 darab pályázat adódott be, és mind a 24 pályázat nyert. 8-tól 15 millió forintig templomfelújításukat, illetve azok környékének a rendbetételét. Ez több, mint 315 millió forint. Úgy gondolom, hogy még azt is figyelembe vettük, ha egy településen 2 felekezet van. Tehát gondolok itt Pusztovámra, ahol 50-50%-os a katolikus és a evangélikus arány, mindkét gyülekezet nyert, de ugyanezt történt Szabadbattyánban, ahol szintén a református és a katolikus nyert, ezt tudom elmondani Polgárdiba, ahol szintén mind a 2 felekezet nyert, és sőt, még ugyanezt tudom elmondani Iszka-Szentgyörgyön is, ahol mind a 2 felekezet nyert, tehát a református és a katolikus, ráadásul református lelkész úr, a Iszka-Szentgyörgyi polgármester is egyben, illetve most a lelkészi feladatokat felesége látja el. Azt tudom mondani, hogy a kormány hatalmas figyelmet folytatott, nem csak az oktatási intézmények felújítására, egyházi oktatási intézmények felújítására, mert hisz most már van példa arra, hogy vannak egyházi fenntartású óvodáink, egyházi fenntartású általános iskoláink, egyházi fenntartású középiskoláink, és most már az utolsó parlamenti döntések okán például egyházi fenntartású egyetemünk Egerbe például. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a munkát folytatni tudjuk, mert azt látjuk, hogy igenis az egyházi fenntartók komoly szakmai munkát végeznek, és a mai globalista világban úgy gondolom, hogy az egészséges kutfővel megáldott gyermekek nagyon fontosak számunkra és a jövőnk számára. Meg szeretném köszönni minden település nevében azt, hogy szinte azt kell, hogy mondjam, aki beadta a pályázatát és vette a akár a lelkész, akár a plébános a fáradtságot és pályázatot írt, az a kormányzatnak köszönhetően, államtitkár úrnak köszönhetően nyert, és bizony fel tudja ezt
fel tudják a rájuk bízott egységet, templomot újítani. És emlékszem rá, amikor még államtitkár úr panaszkodott, vagy inkább lobbizott annak érdekében, hogy az első kezdetleges forrás kevés volt, és eljárt miniszterelnök úrnál, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy valóban megemeljék úgy ezt a pályázati forrást, hogy szinte minden település részesülhetett belőle. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát folytatni kell, mert hisz látjuk azt, hogy nem csak ezekből a forrásokból táplálkoznak településeink, hanem például a Magyar Falu Programból is vannak települések, egyházi körzeteinek a felújítása, temetők felújítására van forrás, ma is jártak benn nálam kis települések polgármesterei, és igen, is nagy igény van arra, hogy a hitéletünket, a halottainkat megfelelő körülmények között tudjuk gyászolni, és nyilvánvalóan az oktatást megfelelő körülmények között tudjuk gyakorolni, fejleszteni. Még egyszer szeretném megköszönni ezt a munkát, amit az egész kormányzat tett a magyar településekért, és azt kívánom, hogy ez az iskola is, amelynek itt a építkezése megindul, tovább fejlődjön. Látszik az, hogy az akarat mind a tanári karban, mind a fenntartókban megvan. Én bízom benne abban az együttműködésben, ami kialakult a egyházi élet és a kormányzat között, hogy ez folytatódni fog, és minden erőmmel azon leszek, hogy még tovább tudjuk ezt fejleszteni. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár elmondta, nagy jelentősége van a beruházásnak, hiszen egyre nagyobb azoknak a száma, akik egyházi iskolában kezdik meg tanulmányaikat. Elég körülnézni, hogy azt lássuk, hogy bár egy iskola udvarán állunk, de ez az iskola nem túl nagy. A gyerekek azok nőnek, kell nekik a tér, és örömteli, ahogy elhangzott a sajtótájékoztató részben is, hogy a létszáma is nő azoknak a gyerekeknek, akik egyházi fenntartású iskolába járnak, akiknek a szülei úgy döntenek, hogy amikor arról gondolkodnak, hogy hogyan készítsék fel gyermekeiket az életre, akkor azt a döntést hozzák, hogy jelesül református iskolába, de bővebb körben egyházi fenntartású iskolába, vagy akár már óvodába írassák a gyermekeiket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mára már lehetővé vált az, hogy a bölcsődétől az egyetemig egyházi fenntartású intézményekbe járhassanak a gyermekeink. Én magam is gyakorló apaként büszkén mondhatom, hogy gyermekeim református fenntartású, illetve evangélikus fenntartású intézményekbe járhatnak. Ezek az intézmények, mint ahogy az állami intézmények is adnak egy erős tudást, de nem véletlen, hogy 1000 éves hagyománya van az egyházi oktatásnak Magyarországon. Ennél fogva többet tudnak adni, olyat, amit el sem tudunk mondani valójában. Szavakkal nem tudok jól körülírni. Úgyhogy a jelentősége ennek az eseménynek ebben van, hogy bővülhet egy iskola. 21. századi lehetőségekhez juttatja a fehérvári gyermekeket, családokat. Az intézmény fenntartó egyházközség fejleszt egy óvodát is párhuzamosan, úgyhogy a kontinuitás így módon biztosított lesz a református és az egyéb felekezetű családoknak is. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár méltatta az egyházak felelősségét a köznevelésben, a kultúra és a tudás továbbadásában. Mint mondja, az építőipari szakmának nagy szerepe van a különböző projektek megvalósításában. Le a kalappal a magyar építőipar előtt. Tudom, hogy sok-sok nehézséggel küzd, de másik oldalról, ahol összeáll egy jó csapat, jó tervezői, illetve utána kivitelezői csapat munkásokkal együtt, akkor nagyon gyorsan tudnak dolgozni, és fantasztikus munkát tudnak végezni. És ennek köszönhető az, hogy most itt május elején vagyunk, és remélhetőleg már karácsony előtt beköltözhetnek az új tantermekbe a diákok, pedagógusok, használhatják a megújított tornatermet. Hiszem azt, hogy
amikor egy-egy ilyen támogatást adunk, bár erősödik az egyház, bár erős szépülnek a templomok vagy iskolák és fejlődnek, legalább olyan fontos ez mind az építőipari szakmának, hiszen abban a munkában, amiben benne vagyunk, hogy próbálunk minél több nem csak munkáját megteremteni, hanem újakat is létrehozni, az építőiparnak hallatlan nagy szerepe van, és ez az építkezés is hozzá fog ehhez járulni, mint sok más és sok száz szerte az országban. Bárhol, ahol az országban, és ez legyen Kelet-Magyarország, vagy Észak-Kelet-Magyarország, Miskolcon, legyen Dél-Kelet-Magyarország, mondjuk Békéscsabán, vagy Nyugat-Magyarország, Sopronban, ahol bővül, ahol szépül, ahol erősödik egy-egy iskola, és az egyházi iskolák, ott még nagyobb a jelentkezőknek a száma, tehát van egy olyan érzésem, hogy nem fog leállni ez a bővítési ütem, hiszen lesz még bőven nebuló, lesz még bőven jelentkező. Ráadásul én azt gondolom, hogy a kormánynak az a családpolitikája, amely nagyon nehezen indul, mert nem azonnal ér el sikereket, de másik oldalról pedig a szívekbe, lelkekbe, mégis az emberekbe fogadtatásra talált, annak meg lesz az a gyümölcse is, hogy növekedni fognak egyes létszámok, egyes évfolyamok, amikor még inkább szükség lesz adott esetben még nagyobb iskolákra, szebbekre és újakra egyaránt. Varga Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője beszámolt a beruházást megelőző munkáról is. Projekt kezdetén állunk most itt, és mögöttünk látható, hogy a bontás már megkezdődött. Évekkel ezelőtt kezdtük ezt a munkát, amelynek a valódi kezdeténél most itt állhatunk, és amelynek eredményeképpen felépül egy új épületrész, egy új iskola rész, a Talentum Református Iskola új épületrésze, és a tornaterme. Lesznek irodák természetesen, szakköré termek, tantermek, és ez az iskola végre méltó körülmények között fogadhatja majd a székesfehérvári református és nem református gyermekeket. Székesfehérvár mindig is iskolaváros volt, most is az, és azon dolgozunk, hogy a jövőben is jelentős iskolaváros legyen, nem csak itt a megyében, hanem ebben a régióban legalább olyan jelentőségű iskolaváros, mint ami egy nagy jelentőségű gazdasági centrum és régióközpont Székesfehérvár. A Ciszter gimnázium is kormányzati támogatással újul meg, elkészült a Szent Imre általános iskola, és jövőben gimnázium felújítása szintén kormányzati támogatásból. Ez az iskola is épül, szépül. Én azt gondolom, hogy az egyházi iskolák nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak Székesfehérvár, mint iskolaváros életében, és azon fogunk dolgozni, hogy ez a jövőben is így legyen. Évekkel ezelőtt kezdtük közösen ezt a munkát a református testvéreinkkel és barátainkkal, és most éred be a munka gyümölcse. Sokszor nagyon-nagyon nehezen látható, és nagyon-nagyon nehezen tehető láthatóvá az országgyűlési képviselő munkája, hiszen mindenki csak azt kérdezi és azt nézi, mi készült el azokból a projektekből, amelyeket megígértünk. De mint ahogy ezen is folyamatosan dolgoztunk a háttérben, és próbáltuk mindig egy kis lépéssel előrébb vinni a projektet, úgy dolgozunk a többin is. A rendház felújítása már folyamatban van, a köztársaság mozimai felújítása már folyamatban van, lezárulóban van a kórházi bővítés, 14 milliárd forintos bővítés közbeszerzési eljárása, le fog zárulni a közeljövőben a multifunkcionális csarnok közbeszerzésének eljárása, tehát a háttérmunka sokszor nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe, hiszen jogszabályok által meghatározott rendben és időrendben kell haladni. De ahogy ezt megígértük, minden nap teszünk egy lépést, előre is teszünk egy építőkockát képzeletben hozzához, ahhoz az épülethez, ahhoz az építményhez, amin dolgozunk. És ha körülnézünk, hogy az elmúlt 14 évben mennyit fejlődött ez a város, és mennyi támogatást kapott a kormánytól, az Európai Uniótól is természetesen, és mennyivel tudta maga az önkormányzat saját erejéből
támogatni a székesfehérvári fejlesztéseket, akkor azt gondolom, hogy az élbolyban vagyunk itt Magyarországon. És ezt köszönöm szépen a fehérváriaknak, hogy ebben támogatnak minket. A Talentum református általános iskola szépülése, korszerűsítése várhatóan még több diákot eredményez az intézmény számára. Nagyon fontos, és ezt tenném az első helyre, a szakmaiság, hiszen ha egyházi fenntartású iskola vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy a kereszténységhez hozzátartozik, hogy nagyon becsületesen tegyük oda magunkat. Ezt nevezném a szavak nélküli Isten országa hirdetésének. Tehát amikor nem beszélünk, de a tetteink, a szakmai tudásunk legjobbját adjuk oda, tesszük oda. Én azt szoktam mindig mondani, hogy Isten megérdemli a legjobbat, és az is a tapasztalatom, hogy erre előbb-utóbb felkapják a fejüket az emberek. És természetesen ehhez járul az, hogy lehetőség van arra, hogy egyfajta hitbeli oktatás is legyen. Nyilván itt nem kell arra gondolni, hogy ez mennyire megerőltető, mert nagyon sokszor egy kívülálló, tehát kívülálló alatt arra gondolok, aki nem igazán akar a kereszténységgel hasonlulni vagy ismerkedni. Egy kívülálló mindig azt gondolja, hogy hát ezek plusz terhek. Nem így látom, nem ezt tapasztalom, hogy plusz terhek lennének a hitbéli oktatásnak a tartalmai, hanem sokkal inkább úgymond megkönnyítik és könnyebbé teszik azoknak a dolgoknak az elsajátítását, úgymond ami a többi tantárgy lenne, most így gyűjtőnéven ezt mondanám. Tehát ez az, amit tudunk a szülőknek ajánlani. Természetesen, mint fenntartott intézmény, tehát gyülekezet által fenntartott intézmény, nagyon tudnám ezt hangsúlyozni, és szeretném is, hogy emögött ugye van egy gyülekezet, ahová emberek sokasága jár, és ebben a gyülekezetben, úgymond a kapcsolatokban, amit ma már nagyon-nagyon kell hangsúlyozni, mert ez sem magától értetődő, hogy ezekben a kapcsolatokban megélni a hitet. Tehát nem csak beszélni az Isten országáról, hanem meg is élni a hétköznapokban, ez nagyon fontos. Az építési munkálatok befejezésének határideje 2021. december 15-e. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Talentum Református Általános Iskola fejlesztéséről tájékozódhattak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!